hogy itt a csoda ember, és tényleg csinálja a dolgokat, tehát ez nagyon fontos, hogy mindenki csinálja a maga ritmusában a dolgokat, és akkor kiválóan haladunk, mert mindig van egy kifogás különben, hogy miért nem, vagy ez, vagy az. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a napi tevékenységek folytatódnak, többé-kevésbé minden folytatódik, mindenkinek meg kell találnia a saját működési területét. Tehát mindig a probléma ott van, ha olyan működési területet választunk, amelyik túlmutat a mi hatáskörünkön. Tehát a saját hatáskörünkön belül érdemes a kis lépéseket megtervezni, és akkor jól működnek a dolgok, akkor sose érezzük azt, hogy nem működik valami. Vitatkozhatok veled, Gábor? Biciklista is egyébként áttételt vált különböző terepviszonyok között, meg céltől függően, meg fáradtsági állapotától függően a biciklista is áttételt vált, és van, amikor kicsi vagy nagy áttétellel megy, nem egyforma áttétellel megy mindig. Úgyhogy ez fontos. Én vitatkozhatok ezzel egy picit veled? Hát vitatkozhatnál, csak most ez a, hogy mondjam, ez a napi pozitív, most nem arról szól, hogy felsoroljuk, ami miatt nem megy valami, hanem arról, hogy te hogyan lépsz, mondd el, hogy te hogyan lépsz túl ezeken a, amiket az előbb lelassulásnak neveztél például. Én úgy lépek túl, hogy gyakorlatilag naponta felosztom a feladatokat, a megoldható feladatokra, és a napi tervezésemnél mindig a megvalósítható fölé tervezek 10-20%-kal, azzal, hogy önmagamat inspiráljam arra, hogy nem lelassulni, nem elhűlni, nem elbutulni, hanem a napi feladataim mindig többek, mint amit el tudok végezni. Ez nekem több évtizede nagyon jól bevált, mindig maradnak leszakadt dolgok, amit nem intéztem el, az hozzákerül a másnapi tevékenységhez, mindig fölül van tervezve 10-20%-kal, és így elég jól el vagyok, 65 évesen, még gondolkodás sebességben azt hiszem, hogy még azért egy 40 évesen felveszem a kapcsolatot, annál fiatalabban már nem szívesen, de azzal még nyugodtan. És ma is csinálok legalább 5 dolgot. Legalább 5-öt. Nagyon jó. Ki osztja még velünk ilyen irányú stratégiáját? A Zsuzsinak például valószínű más. Neked milyen a napi stratégiád, Zsuzsi? Nem a napi stratégia, én most azon gondolkodom, hogy a lelassulás az miért járna együtt az elbutulással, én ezt nem teljesen értem. Nálam kimaradt az adás, bocsánat. Hogy a Tamás szerint ugye a lelassulás az együtt jár az elbutulással. Én ezt nem gondolom. De nem, de hogy te hogy oldod meg ezeket a dolgokat. A napi feladataimat? Aha. Sorba egymás után. Sokat nem gondolkodok rajta. Tudom, hogy mi az, amit meg kell csinálni, azt megcsinálom, és kész. Jó, csak azért, mert különböző stratégiáink vannak. Most csak kérdeztem a te stratégiádat. Én általában, hogyha van valami dolog, én szeretek túl lenni rajta, és nem halogatni. Aha. Mert amit halogatsz, az előbb-utóbb elfelejtődik, és abból nem származik semmi jó. Nagyon jó. Csak úgy neked mondom zárójelbe, hogy Edwinszel megbeszéltem a dolgokat. Szuper. Oké. Na, nézzünk mást is. Kati? Mondjál te is nekünk. Hát az én stratégiám. Várjál, utána Molnár Kati is. Oké. Igen? A te stratégiád? Igen, szóval Miklós Kati. Az én stratégiám, hát az a helyzet, hogy én az a túltervezős fajta vagyok, aki többet szeretnék megvalósítani, mint amennyi, szó szerint szeretnék, mint amennyi úgy belefér logikusan. Egyrészt, másrészt pedig erről már kezdtem nagyjából leszokni, és a legfőbb célkitűzésem pillanatnyilag az, hogy úgy, szervezzem meg a napokat, hogy egyrészt, amit meg szeretnék oldani,
az ugyebár föl van azért írogatva, és be van tervezve, hogy az kötelező feladat számomra, azt meg is teszem, és amellett élvezzük és éljük az életet. Tehát van egy olyan rész benne, amikor magammal foglalkozom, a családdal foglalkozom, gyerekeink távolabb laknak tőlünk, tehát különféle stratégiákkal tudunk velük együtt lenni, és valahogy egyensúlyt teremteni abban, hogy azt az egy életet, ami itt adatott meg nekünk a Földön, azt éljük is meg. Uh-huh. És a jelen pillanatban lehetőleg. Uh-huh. Ehhez tervezek, naptárt írok, naptárt követek. Gyakorlatokat természetesen, tehát is igyekszem a környezetemben, közösségemben ezt a fajta életszemléletet is népszerűsíteni. Nagyon jó. Molnár Kati? Az én stratégiám nagyon nagyot változott az elmúlt időszakban. Nagyon szigorú szabályok szerint éltem azelőtt. Voltak feladatok, amelyeket el kellett végezni, nem volt mese, meg kellett csinálni. Feladat kipipálva jöhet a következő feladat, kipipálva, és így éltem, mint egy droid. És most pedig jócskán belazultam. Ami nagyon fontos számomra az, hogy kényeztessem magam. Finomokat főzök magamnak, ami nem volt, nem volt fontos az előtt. Vagy ha úgy tartja kedvem, akkor hazajövök a munkából, akkor Hungáriára bulizok. És tehát így, oké, van egy alakult, hogy reggel fölébredek, és akkor úgy átgondolom, hogy mégis kellene megcsinálni, mert megint itt van azért ez a kellene szó, és csinálom, de hogyha nem sikerül, hogyha nincs pipa, akkor nem esek kétségbe. Akkor azt mondom, hogy jól van, akkor ez ma így sikerült, és ennyi. És felkönnyöld az életem. Hát, szabadabb lettem, és örömtelibbek a napjaim. Igen. Hát körülbelül így most. Ez nagyon pozitív. Nagyon jó. Kiosztja még meg velünk. Még Viki. Viki vagy? Hogyne, én hallgatózom. Érdekes, hogy mennyire különbözőek vagyunk, vagy hogy milyen más életszakaszokban élünk. Én, amit a Kati mond, én pont annak az ellenkezője, vagyis amit ő levetkőzni próbál sikeresen, ráadásul én ez a listás típus vagyok. Minden reggel listaírással kezdem a napot, hogy a munkában milyen feladatokat szeretnék aznap elvégezni, a lakásban még azok, amiket szeretnék aznap megoldani, illetve saját magammal kapcsolatban is, és ez engem motivál, hogy itt sorban kipipálni a dolgokat. Engem ez így visz előre a nap folyamán, és jó érzés, amikor úgy sikerül, hogy mindent kipipálok, de persze olyan is van, amit a Tamás mond, hogy nem, akkor az átkerül másnapra, de azért abból se csinálok lelkiismereti kérdést. Mm-hmm. Annuska? Ki az Annuskánk? Halló? Ja, kis Anna vagyok. Szia Anna. Hát az a helyzet, hogy nálam ez a napi teendők, ezek valahogy sokszor szétforgácsolódnak, mindig sokkal több a tervem, mint amennyit megvalósítok, és ez most nem az időhiány miatt van, hanem valahogy úgy, mégis úgy gondolom, hogy hát akkor talán ezt most mégsem kéne megcsinálni, mert nem annyira fontos, és akkor csinálok valami mást. Amit ebben a helyzetben most fölvettem, az itt az interneten találtam jó kis csikung gyakorlatokat, amit eddig nem ismertem, úgyhogy azt több-kevesebb sikerrel, tehát sokkal többet szeretnék betenni egy napban, mint amennyit beteszek, de ez is sokkal több, mint amit eddig csináltam. Tehát mondjuk 5-8-at kéne megcsinálni, és megcsinálok 3-4-et, tehát ez a rész. Nekem van egy 17 éves kutyám, akivel amikor ébren van, akkor megpróbálok a lehető legtöbbet foglalkozni, úgyhogy ez meghatározza azért a mostani ritmus. Szerintem ő örül a legjobban, hogy én most nem megyek el sokat itthonról. Úgyhogy ő a fő nyertese a dolgoknak, meg én is próbálom mindenféle módon kényeztetni magam,
mert egyszerűen meg vagyok sértődve, hogy egy csomó programom elmaradt, és ezt próbálom magamnak bepótolni valamilyen módon. Mm. Úgyhogy ennyi röviden. Anuska, milyen kutyus az, amelyik 17 évig él? Bocsánat, csak még egy. Egy fehér bolonyész fiú, januárban volt 17 éves. Édesem, köszönöm, vigyázz rá! Azt csinálom, igen. Nagyon csutyújgatom, dédelgetem. Ő a főnök. Természetesen. Helyes. Zoli, te vagy? Nincs mikrofonja az Zolinak. Zolinak nincs mikrofonja. Panni? Hát én nekem olyan egyformán telnek a napok. Mert tudod, még mi most nemrég költöztünk ide, és még mindig a felvonulási dolgok, építkezés, kertrendezés, egyéb minden folyik. Még az én szobám sincs teljesen rendben, úgyhogy itt nagyon sok munka van. Úgyhogy minden nap változik, nem tudjuk, hogy mikor mit csinálunk. Ahogy jön. De igyekszünk megoldani. Ez jó. Most szerencse, hogy kertes házban lakunk, mert legalább a mozgási lehetőségem azért megvan. Most is a kertből szaladtam be, úgyhogy duggattam paprikát, karalábét. Ez is hozzátartozik. Hogyne, nagyon. Nagyon is. Én már egy ideje, hogy mondjam, jó pár éve arra jöttem rá, hogy ha csak egy vagy két dolgot megcsinálok egy nap, az már nagyon jó. Tehát igyekszem, hát úgy valamennyivel beírok többet, de igyekszem nagyon keveset beírni. Mert úgy gondolom, hogy az fontosabb, hogy valamilyen értelemben befejezzük, amit csinálok. Tehát, hogy befejezzem, amit csinálok. És inkább nagyon keveset írok, mert rájöttem, ha csak minden nap egy vagy két dolgot befejezek, azzal óriásit lehet haladni. Hiába kezdek el minden nap, nem tudom, 25 dolgot, ha nem fejezem be őket, akkor valójában bizonyos értelemben az csak elfecsérelt energia. Illetve a másik, hogy úgyis valamennyit jelen kell lennem. Tehát azért az ember egy idő után olyan életfázisba kerül, ahol már csak jelen kell lennie, tehát nem kell. Ez mindig fontos, de egy idő után ez még fontosabb, és akkor ott már nem kell feltétlenül olyan nagy dolgokat csinálni, hanem pusztán a jelenléttel úgy jól haladnak a dolgok. Meg én azt tettem észre korábban is, hogy viszonylag picire van szüksége az embernek, és ha azokat a pici dolgokat megcsinálja, akkor úgy jól működnek a folyamatok. Sportolóként is azt figyeltem meg, hogy akkor megy jól a felkészülés, ha nagyon keveset tervezek tulajdonképpen. Tehát nem sokat teszek be egy napra. És akkor jobban sikerül a ilyen értelemben a felkészülés. Aztán láttam ezt később azoknál a sportolóknál is, akiket én kezeltem, és jól ment neki, hogy szinte végül már semmi más nem csináltak, csak sportoltak, meg aludtak, meg ettek. Tehát egész nap nem nagyon. Tehát edzett, aludt, tehát tulajdonképpen minimális volt, amit még mellette csinált, és akkor jobban ment. Más sportolók, akik nagyon oda, tehát mindenhová hajtottak, állandóan iskolába jártak, hasonló, tehát egy idő után az valahogy szétzilálja az embert, meg lehet utána sikeres, később edző vagy sportpolitikus, de az már az utolsó éveit nagyon, nagyon szétzilálja, amikor már ezeket nagyon csinálja, ezeket az egyéb dolgokat. Úgyhogy én azért tartom egyébként nagyon fontosnak a megfigyelést, egy kicsit ahogy a kezelésekben változtam, az elején arra gondoltam, hogy majd én jól, hogy mondjam, megtalálom mindennek a nyitját, mint ahogy legelőször anyukámnál, meg magamnál megfigyeltem azt, hogy hát itt kéne ezt segíteni, tehát mint ahogy felfedeztem így tulajdonképpen a siátszút, így masszírozás közben, vagy felfedeztem mindenféle egyéb ilyen
bioinformatikai vagy biokibernetikai kapcsolatot, és aztán egy idő után már úgy éreztem, hogy többé-kevésbé ismerem, hogy működik a szervezet, csak rájöttem, hogy ennek ellenére vannak olyankor is betegségek, amikor az égvilágon semmi rossz nem történik valakivel. És akkor rájöttem, hogy aha, hogy ezek honnan jönnek, és akkor rájöttem, hogy a családi mezőben benne van. Tehát, hogy vannak nagyobb mezők is, nem csak az én személyes tetteim, meg a személyes mezőm, hanem mi hordozzuk a családi mezőt, mi hordozzuk a nemzetségnek az egész nép, ugye? Tehát a törzsnek az információs mezőjét. Tehát, hogy nagyon sok egyéb hatás van, tehát nem csak belső, hanem külső kapcsolatok is közrejátszanak abban, hogy mit, hogyan tudunk összehangolni, és ezt nagyon sok szinten érdemes nézegetni, és hogy a leglényegesebb, hogy ettől, hogy próbálja meg magát függetleníteni az ember, de nem olyan értelemben, hogy nem tartozom sehová, hanem pont fordítva, hogy úgy tartozni valahová, hogy mindig a saját ritmusomat szem előtt tartom. Tehát ez a kiegyensúlyozottság, ez nagyon sok szinten működik, egy kicsit itt, egy kicsit ott, tehát mint amikor utána már elkezdtem a nagyobb mezőkkel foglalkozni, tehát nagyon sokat foglalkoztam már egy idő után a test körüli csi áramlással, nagyon érdekes rétegeink vannak, erről is érdemes lenne majd hát nem beszélni, mert beszélni ez olyan, hát jó, olyan érdekes, de ezt is csinálni kell, mert én most elmondhatom, hogy kinek milyen kristály, vagy nem tudom, ilyen információs mező, azt szoktam mondani, hogy ékszerei vannak, tehát nagyon érdekes alakzatok vannak mindenhol az ember körül, nagyon érdekes áramlások vannak. Szó szerint olyan alakzatok, mint a csillagok, amilyen pozícióban vannak, ilyenek vannak az emberek körül, de hogy is mondjam, tehát ezzel foglalkozni érdemes, és ilyen icipici változtatásokat érdemes benne létrehozni. Egy kicsit úgy, mint amikor a krumplizsákot rázzuk, és akkor mégiscsak több fér bele, ha ügyesen rázogatjuk. Csak ezeket nem olyan, mondjuk úgy, hogy esetlegesen kell rázogatni, hanem egy idő után megtanulja az ember, hogy pontosan milyen ilyen mikromozgásokat kell végeznie, meg melyik részébe kell ilyen mikromozgásokat végezni. És aztán, amikor erre figyelünk, akkor már ezt tettem észre, hogy akkor már nem kell olyan sok dolgot csinálnunk feltétlen, illetve amit csinálunk, mintha azt mondanám, hogy annak nem tulajdonítok jelentőséget, hanem csak úgy csinálom. Tehát egy kicsit, tehát mint egy zarándok úton, ahogy halad az ember. Tehát nem tulajdonít külön jelentőséget minden napnak, hanem az része annak az útnak. Ilyen értelem. Ember. Mert különben hihetetlen érzelmeket tudunk gerjeszteni, hogy éppen aznap mi történik. És ezek a nagyon erős érzelmek utána végül eltakarják előlünk, vagy akár elfelejtetik velünk teljesen, hogy merre is akarunk haladni. Tehát inkább arra figyelni mindig, hogy merre akarunk haladni, és csak mint a vitorláshajónál ilyen mini változtatásokat csinálni, de arra haladni, amerre akarunk haladni. És akkor néha van olyan, persze annyira kedvezőtlen a széljárás, hogy ilyen nagy cikcakban tudunk csak előre haladni, mert ilyen is van a vitorlásoknál, de azért az ritkaság. Tehát inkább általában ilyen mini változtatásokat kell alkalmazni, és akkor arra felé lehet vitorlázni. És akkor már, hogy is mondjam, egyéb napi rutinok olyan természetesnek tűnnek, inkább azt mondom, hogy nem is tűnnek külön feladatnak. Hogy ez úgy természetes, beleépül. Tehát amíg nem jön bele az ember, addig a mosás, vagy nem tudom, bármi más, a főzés olyan külön feladat lehet. Aztán, ha már ebbe úgy belejött, akkor ez csak egy olyan természetes része a napnak, hogy valamennyit mos, meg valamennyit főz, vagy, tehát meg az ezzel járó dolgok. Persze lehet, mint nálam a biopiac, tehát például a szombat reggeli biopiacos bevásárlás, az egy olyan értelemben külön program, hogy ott találkozok ilyen olyan emberekkel, akikkel szoktam találkozni, tehát ott az egyfajta, hogy is mondjam,
kapcsolódás, tehát mint azt mondanám, hogy egyfajta szociális aktivitás, hogy ott bizonyos emberekkel beszélünk, vagy ott. Mint azt mondanám, bizonyos szertartásokat azáltal elvégzünk, hogy bizonyos emberekkel így beszélünk. Jut eszembe, hogy nem küldtünk még mindig anyagot ezeknek a gombásoknak, de majd küldünk, akiknek ígértem, hogy küldünk anyagokat, akik ilyen ganoderma, meg egyéb csipperkel mindenféléket termesztenek, de ugye a ganoderma nagyon menő. Most annak a kapcsán eszünkbe juthat, majd küldünk nekik anyagokat. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog tulajdonképpen, hogy én nagyon sokszor abba az irányba megyek el egyébként is, hogy mintha azt mondanám, hogy nem is csinálok semmit. Tehát sokszor én simán úgy meg tudom élni a napomat, hogy nem is csináltam semmit. Bár csináltam valamit aznap is, csak inkább arra a részére figyelek, hogy én, mint használom, hogy én hogy tudok egyensúlyba maradni, vagy kerülni azáltal. Nem annyira arra részére, hogy most kivel mit intézek, bár ez nem teljesen igaz, de vannak közben ilyen elintézendők folyamatosan, csak valahogy úgy élem meg. Tehát inkább erre a belső folyamatos icipici korrekcióra figyelek. Az is próbálom ezeket megmutatni, az is próbálom azokat a részeket, majd talán valahogy sikerül, még nem tudom, hogy, tehát vonzóvá tenni, hogy olyan dolgokra is odafigyelni, amelyek talán más rétegét, vagy más aspektusát jelentik a mindennapi dolgainknak. Hogy azt hogy lehet így elérni. Ez érdekes, hogy amikor valakit mondjuk egy ízületi fájdalommal, maradjunk egy ilyen egyszerű dologgal, ugye látok, akkor jó, hát kicsit megnyom itt, kicsit megnyom ott, meg adok neki ilyen gyakorlatot, olyan gyakorlatot, de valójában előbb-utóbb mindenkinek elkezdem azt a részét megtanítani, hogy hogyan tudja figyelni, és a figyelemmel arányosan karbantartani azokat a dolgait. Tehát nem annyira azon van a hangsúly, hogy én most mit csináljak, hanem egy kicsit inkább megfordul a viszony, hogy én miben tudok segíteni, hogy ő csinálja azt. Tehát nem én csinálom, hanem ő csinálja azt. Hát, ugye kinél gyorsabb, kinél lassabb ez a folyamat, de azt látom, hogy ez mindenkinél, tehát egy idő után kvázi így megfordul, hogy inkább ebbe az irányba viszem el a dolgokat, hogy ő tudja csinálni. Nagyon sokszor úgy érzem, hogy egy kicsit külön tagoljuk a különböző dolgainkat, pedig ezek csak a mi különböző, mintha azt mondanám, aspektusaink. Tehát amik velünk előfordulnak minden nap, azok a mi különböző arcaink. Vagy annak a komplementer része. Tehát hogy nem különálló dolgok, hanem csak saját magunkkal egy másik oldalról találkozunk. Én inkább így élem meg a napokat, meg arra gondolok szó szerint, ha akármelyik egy dolog, amivel már így foglalkoztam, nagyon sok részével foglalkoztam, így az emberi testnek, emberi szervezetnek, emberi mindennapoknak, tehát az élet mindennapja. Akármelyik egy dolog úgy viszonylag jól menne, meg viszonylag, hogy is mondjam, ismerté válna, mindig arra gondolok, hogy akkor többé-kevésbé, akkor minden jól menne. Mondom, akármelyik egy dolog, tehát nem az, hogy mindegyik, hanem csak egy. Én nagyon sok dologgal foglalkoztam, tehát ugye, amikor elkezdtem így szisztematikusan foglalkozni az emberi szervezettel, akkor ugye a gerinc problémákkal, meg a
meg az ilyen erős idegfájdalmak, ami a gerinc problémákból keletkező egyéb dolgokkal, aztán a gerinc problémákon keresztül az egyéb dolgokkal, vagy például egy másik terület volt a migrénnel, ahogy foglalkoztam. Tehát nagyon sok dologgal foglalkoztam, nem kell olyan nagyon, hogy mondjam, messzire elmenni, mint amiket később csináltam, nagyon sokat DNS szinten, vagy membránokkal foglalkoztam, vagy DNS. Ezek olyan elvont dolgok, de itt a hétköznapi dolgokat, ahogy nézzük, mindenféle ízületi problémával, mindenfajta teljesítmény optimalizációval, tehát hogy az ember egyszerűen, nagyon sok ember sikerült például megtanítanom, most nem a futáson van a hangsúly, hanem olyan számára monotonnak tűnő terhelés jó végzésére megtanítanom, aki előtte azt állította, hogy soha nem tudott még életében 5 percet se futni. De még egyszer nem a futásról van szó, mert ezt ugyanúgy úszásba vagy bármiben meg lehet tanítani. Az a lényeg, hogy állóképességi mozgásra megtanítani, állóképességi tevékenységre. Vagy másik nagyon érdekes dolog, amikor a sportolókkal olyan gyakorlatot csinálunk, és ez mindenkinek nagyon fontos, gondoljatok bele mindenki életében, hogy nagyon sokat használ bizonyos célmozdulatokat, és ezért bizonyos izmokat nagyon kifejlesz, de egyéb izmokat meg annyira keveset használ, hogy olyan gyenge, hogy szó szerint vicces. Tehát, hogy a komplementer mozgásokra megtanítani valakit. Tehát, amit nem végez. Egyébként nagyon sokat edz, és néha elképesztő eredményeket ér el, meg olyan terhelést bír, hogy az elképesztő, és ugyanakkor egy másfajta terhelésből meg szinte semmit nem bír. Nagyon érdekes. Tehát ez is egy olyan terület, amire nem szoktunk gondolni, de mindannyiunknak vannak ilyen dolgai. Az emberek többsége hihetetlen egyoldalúan terheli magát. És ez mennyire jó, amikor nem vagyunk ennyire, nem? Egyoldalúan fejlesztettek. Tehát bizonyos dolgokra nagyon ráállunk, fejlesztjük magunkat, és akkor más dolgokat meg egyáltalán nem csinálunk. Ez is egy fontos. De beszélhetnénk nyelvtanulásról is, vagy bármi ilyesmiről is, hiszen hihetetlen gyorsan meg lehet egy nyelvet tanulni. Hihetetlen gyorsan. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit így lehetne csinálni, és nem csak nyelvet, bármit meg lehet egyébként viszonylag gyorsan tanulni. Mindig azt szoktam mondani, az a lényeg, hogy Isten őriz, hogy meg akar tanulni. Azt nem kell. Tehát az akaratot otthon kell hagyni, azt úgy kell csinálni, mint a moziba. Ha bemész a moziba, nézel egy jó filmet, azt nem akarod megtanulni. Hát beleéled magad abba a filmbe, nem? Hát, de nyelvet is így kell tanulni. Hát a gyerek az nem akar megtanulni semmit, hanem beleéli magát, és megtanulja. Aztán attól, hogy átéli. Csak meg kell tanulni újra átélni dolgokat. De nem ellenkezni. A gyerek nem ellenkezik feltétlen. Nem, amikor megtanulunk valamit ilyen egyszerűen, hát akkor együtt csinálja. A maga módján együtt mosogat, együtt csinál mindenfélét. A nyelvet is így tanulja meg, járni is így tanul meg. Nem ellenkezik saját magá, hogy kell járni. Persze néha elesik, néha nagyot is koppan, de csinálja tovább. Érted, nincsenek elvárásai. Tehát nem úgy az akaratát nem működtetni, hanem nincsenek elvárásai. Ezért tud jól tanulni. Hát ez az anyanyelvi szinten való tanulás, hogy nincs elvárás. De minden más nyelven utána van, elkezdett hasonlítgatni az anyanyelvethez. Illetve én nem, mert én ezt megtanultam, hogy nem. Hány nyelvet beszél, Gábor? Hát ezt nem tudom, attól függ, melyik nap. Ezt így előre nem lehet tudni. De még olyan nap is van, amikor több ezer szóval oroszul is beszélek, pedig nem tudok oroszul. De még egyszer, én nem tudom, én csak átadom magam annak. Tehát ha így megkérdezel, akkor nem tudok semmilyen nyelven, csak ha azt se tudom, hogy magyarul tudok-e. Nem. Hát tényleg. Hát csak megfigyeltem, hogyha magyarul beszélnek hozzám, tudok magyarul válaszolni.
Hát de úgy soha nem gondolkodom rajta, hogy tudok-e magyarul. Illetve, amíg általános iskolában nagyon sokat gondolkodtam bizonyos szavakon, mert addig nem használtam, amíg nem értettem. Ez lehetett egy egyszerű szó is, tehát. Ha azt nem értettem, akkor azt nem tudtam, hogy használni. Pontos volt. De kicsit olyan, a nyelv szerintem olyan, mint a zene. Hogy nagyon gyorsan megtanulsz egy másik népdalt, nem? Nem kerül nagy erőfeszítésbe. Hát a beszéd olyan, mint egy népdal. Tehát át kell adnod magad, és akkor együtt tudod a másikkal énekelni, nem? Hát a népdal tipikusan olyan, hogy nem kell hozzá őrült nagy tanulmányokat folytatni. Jó, hát ha már olyan nagyon cifrázza az ember, akkor már nem ár, de az, abba is belejön az ember, ha ezt csinálja. Tehát a nyelv olyan, mint a zene, és valójában inkább hagyom, hogy az a zene az elvarázsoljon, és ha elvarázsol az a zene, akkor tudok azon a nyelven beszélni. De hát itt most csak azt a részét akarom elmondani, hogy egy olyan típusú hozzáállás kifejlesztése, hogy nem külön állónak tartom. Tehát én, amit elmondhatok, abba azt tartom másnak, mint amit én csinálok, hogy én nem külön feladatnak tartom a külön dolgokat annyira. Ennek ellenére, minthogy nem futok közvetlen evés után, tehát nem mindegyik arcomat akarom rögtön, hogy mondjam, a másik arcom után tenni. Érted? Tehát, hogy például régen ez nem számított annyira, de ma evés után nem akarok feltétlen futni. Ha nagyon kell, futok. De ha lehet, akkor nem. Tehát bizonyos tevékenységeket azért nem csak meg, mert úgy érzem, hogy most az egy előző tevékenységem után az nem illik. Tehát, mint ahogy nem eszel össze-vissza dolgokat, nem csász mozgást, meg pihenést össze-vissza. Érted, hogy ilyen szempontból, hogyha ha aludtál, akkor az éjszaka közepén nem kelsz fel, hogy nem tudom, óriásiakat szökkenjél. Tehát, hogy érted, hogy bizonyos tevékenységek nem annyira jól passzolnak egymás után. És akkor azért nem csinálok bizonyos dolgokat, mert valahogy nem tudtam most ezt az arcomat, meg rögtön utána azt az arcomat. Úgy éreztem, hogy az nem illeszkedik. De különben meg egy kicsit megélhetjük úgy, hogy minden csak valamelyik arcunk, valamelyik aspektusunk, amit csinálunk, ami történik velünk. Ennek ellenére vannak nagyon jó pillanatok, amikor az embernek érdemes nagy fázisváltásokat csinálni. Tehát ezért érdemes például barátokkal találkozni, hogy egy kicsit ebből is az ember olyan értelemben kizökkenjen, hogy ne kelljen állandóan, mintha azt mondom, hogy ilyen zarándok úton lenni, hanem néha a barátokkal van. Tehát, hogy néha kell olyan fázisváltásokat is csinálni, ami olyan, mint egy bukfenc, vagy mint a fejenállás. Hogy érted, hogy tehát ideig talpon voltam, de azért nem árt néha, nem hosszú időre, de egy pár percre azért nem árt fejen állni. Tehát ez is egy fontos dolog, úgy gondolom. Hát ez jó, szép. Mindenki, hogy lenyugodott. Ja. Igen. Érdekeseket mondott nagyon. Mondjuk a kapkodás, már elnézést, hogy ezt mondom, nekem nagyon sok ismerősöm van, aki azért lett hidegbeteg, vagy pszichiátriára került, mert túl sok mindent akart egy napba besugasztani, és elég sok ilyen ismerősöm van, és én mindig mondtam nekik, hogy ne hajtsák magukat halálra, mert az nem jó, hanem pihennek, hogyha nem azt csinálják, amit te mondtál az előbb is, Gábor, hogy nem kötelező 25 fajta dolgot megcsinálni egy nap. Nem is fér bele az ember életébe ennyi minden, és akkor az van, hogyha nem tudják az összeset megcsinálni, amit leírnak, vagy kitűznek, akkor már tragédia van, depresszió van, hogy nem sikerült.
és nem tudnak az emberek valahogy tényleg, mint egy vitorlásai alkalmazkodni a szélirányhoz, vagy az időjáráshoz, vagy a körülményekhez. Túlfeszítik magukat, és akkor is nyomni akarják azt, ami nem megy. De te úgy gondolom, hogy beszéltünk az ötelemről, hogy mind az öt fázisnak az átélése nagyon lényeges. Magának az ideának is a megtalálása, tehát ugye én sokat foglalkozom az ideával, ilyen szempontból, a nyelvtanulást is így csinálom, tehát hogy én meghallgatom azt a nyelvet, és akkor én úgy, tehát utána már tudom, mert meghallgattam azt a nyelvet. Tehát, mint ahogy autót vezetni is így tanultam meg, hogy nem kell soha egy percet se gyakorolnom. Egy percet se gyakoroltam soha az autóvezetést. Hanem én 6 éves koromban már annyit megfigyeltem a nagyapámat, hogy én 7 éves koromra úgy éreztem, hogy nagyon tudok autót vezetni. Nem vezettem még 7 éves koromban, de amikor utána vettem autót, akkor soha nem kellett egy órát se vennem, vagy senkitől megkérdezem, hogy kell vezetni, hanem vettem egy autót, belültem, és rögtön tudtam jól vezetni. Tehát, mert én azt 6 éves koromban megfigyeltem. Tehát itt az a lényeg, hogy az idea az meglegyen. Idea nélkül fölösleges bármit előkészíteni. Tehát az első fázis, fémelem, az idea. Utána kell előkészíteni. Sokáig tartott az előkészítés, mert ugye 18 éves koromtól lett autóm, de vezetni igazából, amikor úgy tényleg elkezdtem vezetni, az csak Németországban volt, tehát azt jelenti, hogy 84-85-ben, tehát azt jelenti, hogy 23 évesen. Tehát sok idő volt. A 6 után 23-ig, amit tényleg használtam. De utána akkor használtam. Tehát érted, hogy most a napi dolgoknak a mindennapi átélése az nagyon lényeges, szerintem. Tehát ez nagyon fontos, hogy minden fázisnak, amit csinálunk, az átélése. És mivel nem éljük át sem a befejezést, vagy jól befejeztük, tehát a tüzelem, ugye? Beérlelni a dolgokat, szépíteni, tehát hogy az tényleg olyan legyen, amilyenek akarjuk, illetve utána elfogadni, birtokba venni, elfogadni, tehát a szüret, ugye, a földelem, ez nem történik meg, hanem mindig csak még valamit, tehát mindig csak a faelem, tehát nem jó, hanem nem is tudják az emberek, hogy mit akarnak, csak mindig csak még valamit csinálnak. Tehát nincs meg az idea, nincs meg jól az előkészítés, nem akkor kezdik el használni, csinálni, amikor annak eljön az ideje, nem fejezik be soha, és főleg nem ünneplik meg, nem örülnek neki, nem veszi, hogy mondjam, számításba utána. Tehát nagyon lényeges, hogy így az öt fázisát a dolognak valahogy átéljük mélyen. És aztán arra jöttem rá, hogy ez nagyon-nagyon hiányzik, nagyon, hogy a földelem, tehát ötödik fázis, a földelem. Ez az elfogadása, és utána ahhoz tartozik a szüreti ünnepség is. Tehát amikor tulajdonképpen kiszállsz ebből a körből, és az egészet szemügyre tudod venni. Én nagyon próbálom ezt tehát a mindegyik elemét, amennyire lehet megélni, az ötödiket is nagyon tudatosan. Láttam, hogy azt nagyon elhanyagoltam, tehát úgy nőttem fel, hogy arra sem, és nem figyeltünk oda. Teljesen másra használták az emberek az ünneplést. Inkább arra, hogy elhalasszák a munkát. Nem arra, hogy valamit befejeznek, és utána azt számba vegyék. Tehát kibúvásnak használták, és nem beteljesítésnek. Tehát ennek egyfajta katartikus szerepe van. Illetve több, mint a katarzis még. Menjünk megünnepelni a bezárását ennek a hétnapos ciklusnak. Ennek az első ötnaposnak, és akkor ezt most
Két napon keresztül még be lehet teljesíteni. Köszönjük szépen. Sziasztok, Miklós, még segítsél, ha valamit bénázok a franciákkal. Ha nem jó az internet kapcsolatom, akkor lehet, hogy kénytelen leszek a telefonról. Néha itt, nem tudom, azt mondja, hogy nem jó. De lehet, hogy jól hallottatok ma? Nálad nem jó. Akadozik. Nálam akadozik. Közben ritkán akadozott. Egy kicsit akadozott. Mert akkor lehet, hogy hát a telefonról csinálom a franciákat. Majd meglátom. Jó. Azt utólag meg tudjuk hallgatni? Franciákkal? Meg. Közben is megtudjátok, nem csak... Hát utolsó. Csak sajnos most nem jön össze. Jó. Azért kérdezem, mert nagyon szívesen meghallgatnám.